Tisztelettel köszöntöm a nézőket, a Fehérvár Televízió Fehérvári Beszélgetések című műsorát látják. A műsorban vízügyeinkről lesz szó. Az elmúlt időszakban megváltoztak a kikapcsolódási szokásaink, sokkal többet megyünk sétálni, kirándulni, és ilyenkor persze nagyon sokan szeretettel választják a vízpartokat. Székesfehérvárról nem nehéz vízpartra keveredni, azaz vizet találni, de ezek körül a vizek körül is folyton változások vannak az elmúlt időszakban, hogy miért vannak ezek, és mi lesz az eredménye, mire készülhetünk. Többek között ezt is megtudjuk ebben a beszélgetésben, hiszen vendégünk dr. Csonki István, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Köszöntöm szeretettel. Kezdj csak a nézőkötben a nézőket. Fél éve találkoztunk, és én azt hiszem, hogy ez alatt a fél év alatt nagyon-nagyon sok minden történt vizeink táján, úgyhogy tényleg a változásokat látjuk folyamatosan, de azért jó, hogyha időnként tájékoztatni tudjuk a nézőket, hogy mégis mi történik. Fél évvel ezelőtt a Balatonról beszélgettünk többek között, mert hogy akkor éppen alga probléma volt. Mi újság van most a Balatonon? Igen, hát előtte kezdődött már, tehát 2019-ben. Jöttek az első jelek arra vonatkozóan, hogy a vízminőséggel problémák vannak. Vízmennyiséggel nincsen probléma, akkor sem volt, azóta sincsen a vízmennyiséggel. A vízminőséggel megjelent egy olyan alga vízvirágzás gyakorlatilag a Keszthelyi szigligeti öbölbe, ami a 80-as évek vízminőségének volt megfelelő. Hirtelen berobbant, egyetlen egy szerencsénk volt, hogy gyakorlatilag a szezon végén volt. Ez 2019-ről beszélünk. Ez megelőzően már gyakorlatilag foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy milyen lesz a vízminőség, mi várható, hiszen a Balatonon a vízminőségvédelmi kotrások, illetve azok a beavatkozások, ami a vízminőséget szabályozza, ez 2004-ben maradt abba. Tehát 2004 óta 16 év eltelt, 15-16 év eltelt, és nem történt meg az a fajta kiértékelése, hogy hogyan tovább, kell-e valamit tovább csinálni a Balatonnal, hogy megőrizhessük ezt a kiváló vízminőséget. Így elindult már korábban, 2016-ban egy tervezési folyamat, ami a teljes vízgyűjtőre kiterjedt, tehát nem csak a Balatonra, és elkezdtük azokat az adatokat gyűjteni, hogy milyen változások történtek, milyen beavatkozásokra van szükség, ekkor megfogalmaztunk egy nagyon nagy kört. Ebbe beletartozik a Kis-Balaton, tehát nem csak a Balatonnal foglalkozunk, a Kis-Balatonnal, a vízgyűjtők vízfolyásaival, akár Veszprém megyébe, akár a déli megyékből származó vizekkel, a belső terheléssel, hogy mi van a tóba egyáltalán, mi alakult ki, milyen változások várhatóak, és hát egyik fő eleme az volt, ami a klímaváltozáshoz kapcsolódik, hiszen tudjuk, hogy gyakorlatilag is érezzük, hogy egyre nagyobb kihívás elé állunk. Tehát ahhoz, hogy egy rendszert jól tudjunk üzemeltetni, ahhoz megfelelő műszaki létesítmények kellenek. Itt sorra került az 1947-ben utoljára felújított siófoki nagy leeresztő zsilip, illetve a hajó zsilip problémája is. Ez mind műszaki probléma, mind kapacitás problémáik voltak, így ennek is a tervezése elindult, illetve hát most már a kivitelezése is tart. De visszakanyarodva a vízminőségre, már akkor megállapítottuk, hogy van egyfajta belső terhelés felhalmozódás. Ez azt jelenti, hogy a felmérések során nem csak egy teljes iszap térképet csináltunk, hanem az iszap térképnek gyakorlatilag az összetételét, minőségét is vizsgáltuk, és ebből arra a következtetésre jutottunk, hogy igenis volt egy belső felhalmozódás. Tehát a külső vízgyűjtő területekről, Kis-Balatonról, vízfolyásokról, és hát a tó használatából adódóan nagyon jelentős az a foszfor mennyiség, ami biológilag hozzáférhető. Tehát az algák könnyen meg tudják enni és szaporodni tudnak belőle. Ekkor már ezeket a helyeket felmértük, és elindult ennek a tervezése. És hát ekkor lépett be 2019-ben, tehát nem tudtuk előre, félreértés ne essék, de bekövetkezett ez az esemény. A tervezés jelenleg is folyik a vízminőséggel, hogy milyen beavatkozásokra vannak szükség, de a tavalyi évben már elindult egy kotrási tevékenység Balatongyörök térségében. Ez egy két hónapos kotrási időszak volt, ahol közel 100 000 köbméter mederanyagot távolítottunk el. Ez önmagában Balatonhoz képest egy töredéke, de nagyon fontos volt az, hogy a kotrás során mind előtte, mind közben, mind utána vizsgáltuk a mederanyagot és a vizet. És olyan információkhoz jutottunk, amivel eddig nem rendelkeztünk. Tehát az iszapvastagsága, sűrűsége, hány gépet, hol kell kotorni, tehát olyan megalapozó feladatot láttunk el, ami most a tervezés során
már egyértelmű. Erre vonatkozó tervek már hatósági engedélyezés alatt vannak, és várhatóan, ha megkapjuk az engedélyt, utána indulhat a vízminőségjavítás, akár a vízfolyásokon, akár a Kis-Balatonon, akár a tómederbe. Ami most folyik, az a siófoki zsilip. Tehát, ahogy ön mondta, hogy le kell menni sétálni, hát ha valaki most megy a Rózsakertbe le siófokra, addig ezt látta, hogy előtte ott volt egy kék kerítés, belül valamilyen zsilip, oda nem lehetett beinni, és nagy tábla kiírva, hogy üzemi terület. Hát most a zsilip átépítésével kapcsolatban egyrészt a kapacitás bővítése meg lesz, és egy korszerű zsilip lesz. De ami a fő motívum volt a tervezés során, hogy szeretnénk kinyitni a műtárgyat. Ez azt jelenti, hogy be lehet majd menni. Tehát szerves része lesz a hajóállomáshoz annak a sétánynak, oda lehet menni, padokat helyezünk ki, az irányító épületet is meg lehet közelíteni, a zsilipet is körbe lehet járni, tehát egy vízeresztés során nem alulról kell majd fényképezgetni, hanem tényleg ott lehet lenni. Nyugat-Európában számtalan ilyen példa van, főleg Hollandiában, Németországban, ahol bemutatják ezt a közönségnek, hogy hogy működik. Hát szeretnénk itt is egy korszerű műtárgyat építeni, ami várhatóan a következő évben be is fejeződik már Siófokon. Jelenleg a kiliti duzzasztó építése folyik, és a hajózsilip, és ezt követően ősszel kezdjük meg a nagy műtárgynak, amikor az elkészül, hiszen a Balatonon bármikor kell engedni vizet, tehát az egyik műtárgyat fel kell újítanunk, és ezt követően indul a másik műtárgy felújítása is, és hát várhatóan azért 2023-ban elkészül, és mindenkinek örömére körbe lehet járni, nyitott lesz, tehát egy nagy sétány lesz ott azon a területen. Egy újabb idegenforgalmi látványosságot jelent. Jöjjünk egy kicsit közelebb, szűkebb hazánkhoz, hiszen a Séd-Nádor-Gaja vízrendszer rehabilitációja is zajlik, sőt, hát volna, hol már be is fejeződött? Igen, egyes ütemcímszóval fut ez a projektünk, hiszen ahogy a névből is említette, itt egy vízfolyás rendszerről van szó. Ez azt jelenti, hogy egészen a Fehérvárcsurgai tárgy, Bakoncsernye fölötti területről, Fehérvárcsurgai tározóton, a teljes Nádor szakasz, tehát Siógárdig, ez egy komplex program, több ütemben tervezzük meg, vagy terveztük meg. Ennek az egyes üteme fejeződött be tavaly ősszel, szeptember végén. Sajnos a Covid miatt nagy műszaki átadásra nem került sor, de ahogy említette, hogy ki lehet oda sétálni, hát oda mindenkinek ajánlom, hogy sétálni. Szerintem az ország egyik legszebb tározója készült el. 1972 között építették a tározót, 73-ban lépett üzembe. 4,5 millió köbméter víz az üzemi vízszint, ami benne van. És hát az azóta eltelt időszakban, gyakorlatilag hát műszaki elavultság, illetve felhívta a figyelmünket a 2010-es árvíz, már egy kicsit régen volt, de fontos azt megjegyezni, hogy a tározót magasabb vízszintre tervezték, de mivel a déli oldalán egy nyitott karsztos terület van, tehát a Völgyzárógát és a Gátőrház oldalán, ennek a szigetelése nem történt meg, és emiatt igaz, hogy ki lett sajátítva a terület, de nem lett megemelve az üzemi vízszint Hajdanában sem. Így a 2010-es árvíz idején kénytelenek voltunk visszafogni, hiszen ha a Fehérvárcsurgói tározó nem lenne, amiben akkor 11,1 millió köbmétert fogtunk, tehát egy negyed Velencei tót fogtunk föl benne, hogy ne zúduljon a városra. Nagyon érdekes, hogy megcsináltuk azóta egy önszámítást, hogyha ez lejött volna, mi történne. Itt a város, hát Fehérvárnak is egyes részeit elérték volna, körülbelül 25 ezer lakost érintettek volna ezzel az kiöntéssel. Tehát nagyon fontos árvízcsúcs csökkentő szerepe is van a tározónak. És hát tudtuk, hogy ezt fel kell újítani, és akkor kezdjük el azzal, hogy szigeteljük le a tározót. Ennek a szigetelése megtörtént, a műtárgyakat felújítottuk, körbejárhatóvá vált a Fehérvárcsurgói tározó. Tehát kincses felől, ha valaki jön, akkor ott egy darabig tudod csak elmenni autóval. Igen, most változott a funkciója, lehet. Mert ugye tározónak épült, aztán kiránduló volt, hely, igen, és horgászparadicsom. Az tehát továbbra is lét, tehát a Hofesszel együtt továbbra is nagyon jó az együttműködés és a kapcsolat. Nagyon fontos az, hogy most ezzel a leszigeteléssel durván 2 millióval több már önmagába a tározható víz, tehát 6,5 millió, ami az üzemvízszint, de képes most már erre a 10-11 milliós árvízi csúcs visszatartására is. És ami még fontosabb ennél, hogy a tározó egy, tehát tényleg csodálatos lett, hogy éves szinten
képesek vagyunk több mint 15 millió köbmétert visszatartani egész évben. Ez azt jelenti, hogy a Gaja-patakon leengedve a Nádor mellett a teljes mezőföldet gyakorlatilag gravitációs úton el tudjuk látni öntözővízzel, vagy mezőgazdasági vízzel. A mai időjárásban ez aranyat ér. Igen, még nem indult el, hiszen 1-2 millió köbméter egyelőre csak az a mezőgazdaság igénye, ami felmerül. Döntően ez is halastavé, ami felmerül. De mi megteremtjük annak a lehetőségét, hogy gyakorlatilag az öntözés beindul, hiszen a klímaváltozás az itt van a küszöbön. Tehát előbb-utóbb az öntözésnek mindenképpen el kell indulni a Magyarországon, hiszen akkor tudunk termelni majd. És ugyanúgy a halastavak, tehát borzasztó nagy biztonsággal tudunk engedni az év bármely szakába, ki tudjuk elégíteni az igényeket, jó minőségű, tiszta vízzel, és ami nagyon fontos benne, hogy ez gravitációs úton engedjük le, tehát nem szivattyúval. Tehát olyan zöld vizet tudunk adni, ami nem jár környezetterhelésre, hiszen a zsilipet egyszerűen kinyitom, és gravitációsan lecsorog, tehát nincsen szivattyús átemelése, nem terhelem a környezetet, ebből adódóan borzasztóan olcsó is. Tehát gyakorlatilag ebbe a térségbe, ahol kiváló vízminő, vagy kiváló földek vannak aranykorona értékben, azt el tudom látni nagy biztonsággal. Így a térségben biztos, hogy elindul most egy öntözésfejlesztés, és majd a második, harmadik ütemnek ez is része lesz, hogy a mezőgazdaság felé nyitunk, és ott majd gyakorlatilag még további vízvisszatartás, öntözési lehetőségek biztosítása. Hát ez a beruházás most befejeződött szeptemberben. Az első ütem, a turgói tározóval kimennek, látják, hogy folyamatosan duzzasztjuk a vizet, tehát szeptember óta több mint 30 centivel már emelkedett a vízszint. Ez azt jelenti, és úgy csináltuk meg az egészet, hiszen nem mondta, hogy horgászparadicsom, hogy nem engedtük le teljesen a tározót. Tehát a műtárgyakat is úgy újítottuk fel, hogy körbetöltéseztük, hogy a halállományt megmentsük. Tehát ami benne van, az ott van. Hát most egyre gyarapodik a víz, tehát egyre jobb horgászvíz lesz majd ismét. És megérkeztünk ahhoz a vízterülethez, ahol a legtöbb és a legnagyobb munkák folynak jelenleg is, hiszen látom, hogy tél ide vagy oda a munkálatok, amikor csak lehet zajlanak, ez pedig a Velencei tó, amely hát a partfal felújítás miatt adja a legnagyobb feladatot, de hogyha valaki most sétál a tóparton, és sétál, nagyon sokan sétálnak, és ahogy én sétáltam, hallgattam, hogy mit mondanak emberek, és muszáj volt rákérdeznem a vízszintre, hiszen sokan úgy gondolják, hogy azért látják, amit látják, mert hogy a partfal felújítással megemelték a partfalat az építők, közben pedig úgy tűnik, hogy azért jelentősen hiányzik a víz jelenleg a Velencei tóból. Csak igen. Úgy tűnik? Nem. Tehát nem. Csak nem úgy tűnik, ténylegesen is megemeltük. Tehát fontos az, hogy megemeltük, hiszen az 1970-es években épített partfal az akkori technológiának köszönhetően, illetve hát nagyon sok helyen feltöltésre kerültek ezek a partfalak, megsüllyedtek. Tehát hiába a vízszint szabályozás határai az a 130 és 170 cm, nagyon sok olyan partfal szakasz volt, ami már 180 cm volt, 180-185-ön. Hát aki ismeri a Velencei tavat, az tudja, hogy mekkora hullámok tudnak kialakulni. Tehát akkor a parti területen jelentős elöntések lettek, tehát van, ahol meg kellett emelni eleve, mert megsüllyedt, ennyi idő eltelt. Tehát azért ez egy 40-50 év, amióta az funkcionált. Tehát mindenképpen hozzá kellett nyúlni. Van egy magassági problémája, volt egy műszaki avultsága, hiszen több helyen tönkre ment a jég hatására, vagy nem megfelelő anyagválasztás miatt, tehát sok helyen tönkre ment a Velencei tó partfala, emiatt hozzá kellett nyúlni, tehát volt egy kis magasítás, most gyakorlatilag a partfalak egységesen 230 cm-es szintre épültek. Hogy miért ez a nagy különbség? Akkor egy kicsit vissza kell menni most az időbe, hogy milyen időjárásunk is volt, és akkor csak 2020-ig megyek vissza az előző évre. Az előző évben önmagában a Velencei tó vízgyűjtő területén 4%-kal kevesebb csapadék esett csak. Tehát ez az 506 mm leesett, önmagában ez nem probléma. Ellenben a hőmérséklet 11 hónapon keresztül az átlagnál magasabb volt, 1 és 5 fok közötti, egyetlen egy a május volt, ami gyakorlatilag átlagos volt. Ez azt jelenti, hogy a tóban sokkal-sokkal nagyobb volt a párolgás, mint ami a normál értéke volt. Ez azt jelenti, hogy több mint 600 mm párolgott el. Tehát eleve a bevételünk kevesebb volt, mint a kiadásunk, úgyhogy azért ne felejtsük el, hogy 2016 óta
nem volt vízeresztés a tóból. Tehát folyamatosan halmozódott ez a hiányunk. Ennek hatására 2020-ban az év 92%-ában minimális szint alatt volt a tó. Tehát nem tudtuk föltörni, most is alatta vagyunk, hiszen 117 cm a tó vízállása, és 130 a minimum, tehát alatta vagyunk most is. Tehát ezért adódik ez a nagy különbség, ami látszik, de ha valaki belegondol, hogy a 170 a maximum, tehát ha majd visszajön a csapadék, akkor már nem lesz ez olyan, hiszen akkor 70 centi lesz csak a különbség, 70-80, az pedig egy komolyabb északi vihar esetén már kicsapod a hullámzás. Tehát ebből adódik ez a csökkenés, és ez a tendencia sajnos úgy néz ki, hogy megmarad most az következő fél évben is, hiszen az OMSZ hosszú távú előrejelzése alapján január-február az átlagnál egy kicsit szárazabb, és a többi az átlagos lesz, ellenben a hőmérséklet az átlagos vagy átlag felettire mondják. És kész van a vízügyi igazgatóság esetleges pótlásra? Tehát, hogyha arra van szükség, hogy a víztározók vannak? Igen, akkor ezt két részre szedném. Az egyik az, hogy azért is ilyen magas, hogy megteremtsük annak a lehetőségét, hogyha egy csapadékbő időszakunk lesz, akkor ne kelljen leengedni a tóba, hanem egy kicsit magasabb üzemvízszintet tartsunk, hiszen ez a legolcsóbb dolog. Ami a vízgyűjtőről befolyik, tehát ha egy csapadékos évünk, és a klímaváltozás erre utal, hogy nem lesz önmagában sokkal kevesebb a csapadékunk, ellenben hisztérikusabb lesz az eloszlása. Tehát hirtelen jönnek majd nagy csapadékok, nagy lefolyások, és ezt vissza kell tartani. Tehát egyrészt ezért is van egy kicsit megmagasítva, hogy be tudjuk tározni. A két tározó, a Pátkai és Zámai tározó, ha 2020-at nézzük, gyakorlatilag összesen volt benne 4 millió köbméter. Tehát a Velencei tónak a 10%-a. Borzasztóan száraz lett a vízgyűjtő terület, hiszen mondom, hogy 2016 óta nem volt vízeresztés. Tehát a készletek önmagukba csökkennek, mind a tározókba, mind a Velencei tóba. Tehát képes mind a két tározó felfogni a Velencei tó egyharmadát, de egyszerűen fizikailag nem jön le az a csapadék mennyiség, a lefolyás, ami kellene a feltöltéséhez. Tehát gyakorlatilag erre várunk, hogy elinduljon ez a feltöltési időszak. Hát remélem, ez a híd szükesztendő lassan véget ér, és akkor elindul. Akkor mind a két tározót gyakorlatilag feltöltjük, és ugyanúgy a tavat is, tehát visszatérve az alapkérdésére, csapadék tudja egyedül megoldani ezt a problémát. De ezért is indultunk el a Velencei tónál a partfal rekonstrukcióval, hiszen olyan elemek kerültek, például partfal kibontások, hogy gyakorlatilag a fürdőzést ne tegyék, ne akadályozzák és ne gátolják. Tehát ugyanúgy, hát a tavalyi évben is borzasztóan egy vendéglétszám volt az egy nyáron a Velencei tónál, és nem akadályozta, semmiféle vízminőségi probléma nem volt a tóba. A vízszint egy kicsit alacsonyabb volt, az a 20-30 centi az egész évben hiányzott. Ellenben azért felhívta a figyelmet arra azért, hogy a vízminőséggel is törődnünk kell, hiszen a két tározóban ellenben nagyon rossz a vízminőség. Pont amiatt, hogy nem tudjuk leengedni őket sem, van benne egy halasítás, van egy horgászat, illetve hát van egy kis tisztított szennyvíz, tehát a vízminőséggel is foglalkozni kell a vízgyűjtő területen, hiszen az elmúlt két évben azért nem történt vízeresztés, mert olyan volt a vízminősége, hogy nem lett volna szerencsés leengedni, előző években pedig nem volt fizikailag. Ez a emelt part hozza magával, hogy nyilván más típusú és újabb lejárókat kell elhelyezni a strandokon, hogy a lépcsőkre gondolok. Igen. Ugye? Tehát ez várható. Igen, hát ez legelőször akkor találkoztunk vele, amikor a Drótszamárnak a Velencén elkészült az első partfal szakasza, akkor próbálták betenni, hiszen ideiglenesen visszaadtuk, és nagyon furcsán nézett ki, hogy a régi elem volt, ami nem tudott föltámaszkodni, vagy nem az egészet, tehát meg kell toldani, ki kell javítani, ki kell módosítani az egészet arra a partszakaszra, ami ott van. Tehát a strandokat, ezeket át kell építeni, de hát a strandüzemeltetőknek ezt gondolom, ez a legkisebb gondjuk, az, hogy kinyitsanak, az a fő gondjuk. És akkor beszéljünk a kikötőkről, a mólókról, az öblökről, hiszen hatalmas nagy változást láthatnak a sétálók, és nézik és csodálják. Ugye kezdjük mondjuk Agárdnál, a Popstrand melletti öböl alakult át, egy része feltöltődött. Itt a kérdés, hogy a feltöltött területtel mi lesz, a másik részén pedig egy sziget épült. Uh-huh. És hogy az is, hát végül is a sziget szerkezete kész van, de ugye a tereprendezés nem, és kevesen tudják elképzelni, hogy akkor ez ott milyen lesz, hogy lesz. Hát össze fog elkészülni és kialakulni az egész.
Nagyon érdekes, hogy a Velencei tónál 24 ilyen kikötő lett a 70-es években kialakítva, és amikor elkezdtük a tervezést, gyakorlatilag a MOL-szal közösen történt egy felmérés, hogy hány csónak is van egyáltalán a Velencei tavon, akit használják. Hát kiderült, hogy lényegesen több az a öbből csónak kikötő hely, amire egyáltalán szükség van, és azok sem felelnek meg a hajózási előírásoknak. Tehát ma már másfél méter szélesnek kell lenni egy vendégmólónak, hogy be lehessen menni. Ezek van, ahol 90 centisek, tehát gyakorlatilag mindenképpen majd a használat során ezeket át kell építeni. De az a lényeg, hogy kevesebb csónak kikötő is elegendő ahhoz, és főleg azt néztük meg, hogy hol vannak, hol van sok, tehát hol van az a sok érdeklődő, így ki lettek jelölve potenciálisak az helyek. Hát most ez a Popstrand melletti kikötő, ez egyrészt borzasztóan elhanyagolt volt, tehát ha valaki emlékszik rá, azért ott elsüllyedt csónakok, bedobált gumik, amikhez kikötötték, tehát egy borzasztó látvány volt, aki ment mondjuk a strand, Popstrandra vagy bármihez, azért egy nádasozott, egy pusztuló nádassal, szeméttel tele lévő öböllel, amit lehetetlen volt takarítani. Finom leszek, illata is volt. Igen, illata is volt, hiszen a belterületről három helyről jött a csapadékvíz csatorna oda az út alatt, és akkor született az a döntés, hogy alakítsuk át, hiszen az a rész most egy, az agárdi résznek azt mondom, egy központja valahol, hiszen oda le lehet menni, nagyon szívesen sétálnak le, és nem volt semmi olyan fajta dolog, amiért érdemes lett volna menni. Ekkor a tervezők eldöntöttük, hogy gyakorlatilag mi lenne akkor, hogyha ezt a részt, ami egy holttér, tehát áramlási holttér, és mindig is lerakódás van, ezt feltöltenénk gyakorlatilag, és a kialakuló résznél kialakítanánk egy szigetet, egy kis bejáróval, hogy azt a nagy parkolót és azt a nagy füves területet, a fás részt, ahol a cirkusz szokott lenni, hogy gyakorlatilag bevonjuk abba egy sétányba, hiszen most már a szoborpark elindult gyönyörűen. A kerékpárút szépen lemegy a vízpartra, ehhez illeszkedően egy látványosságot találjunk ki, aminek nincs semmi olyan vízminőségvédelmi szerepe, tehát egyszerűen csak beilleszteni a part, hogy ne egy monoton partfal legyen. Így jött az ötlet, hogy akkor csináljunk egy tápcsatornát, ezzel lesz egy sziget, a szigetre lesz egy híd, egy bejáró, így gyalogos híd természetesen, tereprendezéssel, egyértelmű, alul a sétány megmarad ugyanúgy, hát azt már lehet látni, hiszen ott tudják használni. A szigetnek a partfala kap egy faborítást, tehát egy faborítást az egészet, és be lesz füvesítve. Tehát park jelleggel. Igen, tehát annyi lesz, hogy át lehet menni a szigetre, ahol szerintem nagyon sokan át fognak menni. Már most pedig. Munkaterület, de és már ott most lesznek. Tehát semmi más funkciója nincs, mint egy olyan vizes elem beiktatása, hogy legyen egy ilyen sétány, áramoljon ott a víz, szerves része legyen a partfalnak. Hogyha a kanyart nézi, akkor ott van kihagyva egy hullámtörőbe egy rész, az direkt a szörfösöknek egy lejáró lesz majd odatéve, tehát bekapcsoljuk ebbe a részbe, hogy jöjjenek oda, és az egész Velencei tó partfal rekonstrukciónak az egyik célja az volt, hogy kinyissuk, hiszen ön is mondta, hogy most végig lehet már sétálni, hát kivéve a strandokon, de az összes területen, nem úgy, mint a Balaton, végig tud menni valaki a parton. Na most, ha végig megy, és felújítjuk, és szép lesz ez a partfal, akkor ez generálja a mögötte lévő területnek is majd a fejlesztését. Tehát egy minőségi turizmus felé, mi megtettük azt, amit a vízoldalról kell, most jöjjenek a települések, és idomuljanak hozzá, úgy, hogyha lemegy a stiklőféle kikötőt, ha megnézi, hát milyen csodálatos lett ott a villanymotorosnál. Tehát valami ilyen jellegű épületeket, ilyen öblöket kialakítani, úgy, hogy a nádas jelleg és a többi megmaradjon, hisz a Velencei tónál a nád az egy érték, aminek nem tűnhet el onnan. Tehát a part felelőtt sok helyen meg is hagytuk, és áttelepítettük a nádat. Mi ezt az oldalt most megcsináltuk, Cserepes-szigetet is megcsináltuk, lesz 4 zagyterünk, ami állandó lesz, ez azt jelenti, hogy a Velencei tó fenntartásának biztosítja hosszú távú lehetőséget, mondjuk ez a beépítésnek is korlátja, de hát ez egy mindenütt kell, hát ön nagyon jól tudja, takarító szobára szükség van minden lakásban. Igen. Egy picit beszélnünk kell a csónak kikötőkről is, mert jelen helyzetben szintén azt látjuk, mivel a víz mélyen van, a part egy kicsit magasabban. Most Gárdonyról beszélek, ugye a Sárga híd melletti csónak kikötőről, hogy oda még épülnek a csónak kikötést szolgáló elemek? Azokra a kikötőkre kerülnek vissza a vendégmólók, aminek volt engedélye.
tehát ez négy kikötő, azokban lesznek mólók, aminek nem volt engedélye, ott gyakorlatilag nem történnek meg. Ott mi bízunk abba, hogy előbb-utóbb elindul az a fajta fejlesztés, aminél már, hogy mondjam, nálam voltak egy gárdonyi kikötő ügyében már befektetők, akik szeretnének üzemeltetni kikötőt, csónakikötőt, vendégmúlókat el akarják helyezni. Pontosan, tehát elindulnak ezek fajta fejlesztések. Ugyanúgy Sukoró meg fogja csinálni a saját maga kikötőjét, tehát ott már az elképzelések a Györgyinek meg is vannak, hogy mit, hova helyez el Sukorónak kikötően. Pillanatnyilag holnapi nap folyamán találkozom már egy vitorlás egyesület vezetőjével is, hiszen bármilyen furcsa, úgy néz ki, hogy vissza fog térni a vitorlázás a Velencei tóra, nem olyan méretű, mint a Balatonon, tehát sokkal kisebbek azok a svertes vitorlások, akik tényleg csak sportból jönnek el. Itt most egy 40-50 fős társaság áll össze, akik jönnek hozzám már holnap egyeztetni, hogy melyik kikötőbe tudnának bejönni, és ott természetesen már más lenne a vendégmúló kiosztás. A stégekre a szélességét említettem, nagy valószínűséggel úgy kell kialakítani majd ezeket a vendégmúlókat, hogy megy a vita még egyen az úszómúló és a fix múló közötti különbségre, árban nincs nagy különbség a kettő között, valószínűleg inkább azért vagy állítható fix múló lesz, vagy úszómúlók kezdődnek el majd ott. Ne olyan magasról kelljen beszállni a csónakokra, hogyha pontosan, éppen a vízszint lejjebb hát van. Igen, főleg, hogyha egyre jobban terjed az elektromos hajózás. Na most, hogyha valaki horgász ilyennel akar kimenni, az akkumulátort kiemelni, beemelni, azért elég sok idős horgásztársam is van, aki oda jár, akinek már ez gond, hogy kimenni, bemenni. Hát ezeknek a fejlesztése is folyamatban van. Azért tudni kell, hogy ez egy környezetvédelmi operatív program, amit végrehajtottunk, amit tiltja a jövedelemtermelő és ilyen jellegű feladatokat, tehát itt más érdekcsoportokat kell majd bevonnunk ahhoz, hogy ezek a kikötők is majd felújuljanak és újak legyenek. Aggodalomra semmi ok, tehát egyetlen egy kérdés így a műsor végén, látjuk-e már a végét a partfal felújításnak a Velencei tónál? Hát, hogy mondjam, nagyon jó ütembe haladunk, tehát ősszel van a befejezési határidő idén, tehát... Én úgy érzem, hogy az ütemtervel nincsen probléma, hiszen ahogy is említettem, még mostani időszakban is dolgoznak. Segít is ez az alacsony vízállás most. Nem azért csináltuk félreértés, ne essék, de hát hogyha valaki belegondol egy kövezés alján, nem mindegy, hogy vízbe kell csinálni, vagy szárazulaton. Szerintem a északi parti részen, illetve hát a keleti oldalon majdnem készen vagyunk teljes egészében. A déli parton vannak még olyan szakaszok, ahol be kell fejezni a munkát. Én nem látok akadályát az, hogy össze ne lehessen átadni. És hát amit ön említett, beruházásokat, hiszen Fejér megyében 4 ilyen nagy vizes beruházás folyik. Ebből egy már befejeződött tavaly, a másik 3 az idén fog befejezni mind a 3 ősszel. Tehát a Váli vízrendezése, a Szent László és a Velencei tó. Ez idén ősszel elkészül, tehát ebbe az uniós ciklusba mi határidőre meg tudjuk csinálni a feladatokat. Ez közel 20 milliárd, tehát egy megyébe 20 milliárdos fejlesztés, azt hiszem, hogy ez egy nagyon komoly előrelépés. Tudnénk miről beszélgetni, de sajnos műsoridőnk lejárt. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és bízom benne, hogy hamarosan újabb információkkal beszélgethetünk. Ha hívnak, jövök. Kedves nézőink, a műsorban dr. Csonka István, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!